Sziasztok harcosok, sziasztok túlélők, sziasztok ninják, Eszter vagyok, és köszöntelek benneteket ezen a podcasten, és ma itt Kanadában a hálaadás ünnepe van. És ez miatt döntöttem úgy, hogy ma egy ilyen kis mini podcastben üdvözöllek benneteket ennek a hálaadás ünnepének a lelkületében. Hát a hálaadás ünnepe mögötti történet az kicsit komplikált, ez egy történelmi és nem vallásos ünnep, ezt azért mindenképpen el akarom nektek mondani, tehát még akkor is, ha a neve ilyen furcsának tűnik, hogy hálaadás, ez nem egy vallásos ünnep. Ez a hálaadás ünnepe Amerikában is megtalálható, csak nálunk körülbelül 6 héttel az amerikai előtti hálaadásra esik ez a nap, és ez egy hosszú hétvége. Nyugodt napok jellemzik, amikor a család összeül. Történelmileg ezt leírtam nektek, egy kicsit erről beszámoltam a közösségi oldalon. Végül is a lényeg az, hogy ez egy régi ünnep, ez még az őslakosoktól ered ez az ünnep, amikor ők hálát adnak az őszi betakarításokért, az őszi betakarítások gazdagságáért, és mi most itt már a modern korban hálát adunk minden olyan jó dologért, amely történt velünk, főleg az elmúlt évben. És most ezt a kis jó éjszakát, podcastet ennek szeretném dedikálni, hogy mit köszönjünk meg mi a csatorna szempontjából, és nem mindenki egyéni szempontjából természetesen, mert egyénileg nem ismerlek benneteket, de hogy a csatorna szempontjából miért lehetünk mi hálásak. Szerintem, legalábbis én nagyon hálás vagyok a csoportért, az őszinte megnyilvánulásotokért, hogy mennyi mindent megosztotok magatokból, és mennyire megnyíltok itt mindenkinek, főleg nekem. Azért, hogy egymást így támogatjátok, és engem is támogattok természetesen a hozzászólásaitokkal. Akkor legyünk hálásak a digitális világért, ami nekünk ezt az összekapcsolódást megteremtette. Hogy nekünk ebben a digitális szférában lehetőségünk nyílt arra, hogy egymást megismerjük. Nagyon hálásak lehetünk az új barátságokért, még akkor is, ha személyesen nem ismerjük egymást, de tényleg már úgy érezzük, hogy a csoport annyira összeszokott, és hogy az új tagok is annyira kedvesen vannak fogadva, hogy mindenki otthon érezheti magát ebben a csoportban. Hálásak lehetünk a tisztánlátásért, és például azért, hogy újra valamilyen szinten, vagyis legalábbis egyre erősödve, újra kontrollban érezhetjük magunkat az életünkben. Hálásak lehetünk azért az erőért, ami bennünk rejlett, amit a felszínre hoztunk, hogy szembe tudtunk nézni a saját életünkkel, azokkal az abúzusokkal, deficitekkel, amelyeket elszenvedtünk. Hálásak lehetünk azért, hogy volt bennünk erő, és van bennünk erő a radikális felelősségvállalásra, hogy mi már radikálisan felelősséget vállalunk azokért a körülményekért, amelyekben most vagyunk. Lehet, hogy nem mindenkinek sikerült még ezekből a kapcsolatokból kimászni, de valamilyen szinten már felelősséget vállal azzal, hogy tudja, hogy milyen kapcsolatban van, és ismeri ezeknek a kapcsolattípusoknak a kárát, romboló erejét. Azért is hálásak lehetünk, hogy átlátunk a manipulációk hálóján, hogy már sokkal jobban átlátunk a manipulációk hálóján, hogy már nem vagyunk tudatlan medvebocsok, hogy a füleink már erősebben veszik az adást. És azért is hálásak lehetünk, hogy tudjuk, hogy a legrosszabb már mögöttünk van, hogy köszönhetően az új tudásunknak ilyen embert még egyszer már nem fogadunk be az életünkbe. Vagy ha bemanipulálta magát az életünkbe, a jeleket sokkal hamarabb felismerjük, és sokkal hamarabb tudunk a jó irányba korrigálni. Azért is nagyon hálásak lehetünk, hogy érezhetően nőtt az empátiánk mások iránt, hogy nem nézünk le másokat, mert ők még nem annyira erősek esetleg, mint mi vagyunk. Ezt én kifejezetten érzem a csoportban is, hisz látom azt, hogy mennyien szóltok egymáshoz, hogy mennyien bátorítjátok egymást a nehéz szakaszokban. Ezek, amiket itt felsoroltam, ez a pár érték, ezek igazi emberi értékek,
Ezek nélkül nem lehetünk semmiben sem sikeresek, szerintem. Az anyagi és szakmai siker csak akkor igazi siker, ha meg tudjuk tartani, ki tudjuk egyre jobban fejleszteni az emberségünket, az empátiánkat mások iránt, a világ iránt, főleg azok iránt, akik nem olyan erősek, vagy meg még nem találták meg a hangjukat. De itt akkor most fel kell hoznom még egy pontot, hogy miért ne adjunk hálát. Sokszor olvasom a kommentekbe, többen írtátok már, hogy hálát adok a narcisztikusnak azért, mert nélküle nem lennék most ilyen erős, tudatos, hogy ezek a megtapasztalt élmények nélkül most nem lennék az, aki vagyok. De ne a narcisztikusnak adj hálát. Hálát ne adj nekik, mert rengeteg olyan társunk van még, akik szintén belekeveredtek ezekbe a kapcsolatokba, ilyen típusú kapcsolatokba, és még nem sikerült kikászálódniuk ezekből a kapcsolatokból. Az, hogy neked sikerült, és hogy most már erős vagy, és jobban látod a történéseket, jobban érzed a körülötted folyó világot és az emberek magatartását, ez egyedül és kizárólag magadnak köszönt. Te voltál az, aki elkezdte a nyomozgatást, a kutató munkát, te voltál az, aki internalizálta a tudást, te voltál az, aki csatlakozott itt a többi ninjához, te voltál az, aki megosztottad a fájdalmadat a csatornán, vagy még most is megosztod. Te vagy az, aki erről tanulsz, te vagy az, aki újra próbálgatod a szárnyaidat. Minden tudást, minden erőt magadnak köszönhetsz. Főleg azért, amit az előbb mondtam, mert sok olyan társunk van, aki szintén belekeveredett ilyen típusú kapcsolatokba, de még nem tudott kikászálódni, nem volt ehhez még ennyi ereje. A narcisztikus kapcsolatok egy lehetőséget adtak, egy körülményt adtak, akkor inkább így mondanám, egy körülményt, amit te alakítottál át lehetőséggé. De ugyanezzel az erővel ez a másik irányba is kanyarodhatott volna. Mi van akkor, ha nem alakítod át a történéseket egy lehetőséggé? Mi van akkor, ha nem látod ebbe meg a fejlődési lehetőséget? Mi van akkor, hogyha nem látod meg azt a lehetőséget, hogy csatlakozz a csatornához, az öngyógyító lehetőséget, a másokon való segítés lehetőségét? Ezeket a fejlődéseket csak magadnak köszönheted. Légy hálás azért, mert nyitott voltál a tanulásra, nyitott voltál a változtatásra, és ezáltal a változásra is, nyitott vagy az iránt, hogy másokat segíts, hogy empátiával viszonyulj mások iránt, ezt mind magadnak köszönheted. Ne köszönj te semmit a narcisztikusnak. Az egy fájdalmas, amortizáló, lealacsonyító, romboló élmény volt. Magadnak köszönt, hogy ebben megláttad a lehetőséget. A lehetőséget a változásra és a változtatásra, és arra, hogy a világhoz magadból egy nagyon pozitív és gyógyító szeletet adjál. Adjunk hálát, hogy egymásra találtunk, hogy egy igazi közösség tagjai lehetünk, hogy megtapasztaljuk a digitális világ összekapcsoló és gyógyító előnyeit. Én köszönöm nektek, hogy itt együtt lehetünk, és nagyon várom, hogy még mit tartogat az élet számunkra. Rengeteg puszi nektek, és jó éjszakát!